Hiában van naptáram, azok csak a programjaimat jelzik, hogy mi miután következik, és szólítanak engem arra, hogy éppen eljött a nap, amikor meg kell csinálni valamit. Ez nagyon nagy segítség, nélkül nagyon nagy bajba lennék, de a feladat oroszlán része rám hárul. Azok az emberek, akik sok olyan feladatot végeznek el, amelyekhez különböző állapotok szükségesek, azoknak kell olyan idő is, amikor az egyik programból átmegyünk a másikba. Eleve annak olyan foglalkozások, amelyek olyan koncentrációt igényelnek, hogy a hétköznapi életből át kell kapcsolni abba, hogy éljük azt a foglalkozást, amit éppen végzünk. Az lehet akár színész, tanár, vezető, vagy olyan szakmai dolgozó, aki kiemelt figyelemmel kell legyen a saját munkájára, mert mondjuk veszélyes területen dolgozik. Számomra a mai nap egy nagyon fontos, tudatos lépés követel meg. Fel kell készüljek a holnapi napra, ami teljesen más jellegű feladatot és teljesen más jellegű odafigyelést igényel, mint amit ma csináltam, vagy amit eddig csináltam az elmúlt két hétben. Szükséges számomra, hogy átszel, és átadja maga teljesen annak a feladatnak, ami holnap következik. Erre megvannak a metodusaim, tehát ezen a napon ezt csinálom. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a napot is később vettem föl. Tettem ezt azért, mert az átszellemülésemnek az első pontja az az, hogy azonnal lezárok mindent, pontosabban abba hagyok mindent, amit eddig csináltam. Nincs semmilyen más lehetősége, mert ha egy nagyon pici gondolat benne marad abból a munkafolyamatból, amit eddig tettem, akkor egyszerűen megzavarja azt a folyamatot, amit holnap kell tegyek. Holnap szeminárium lesz, és jön egy csomó ember, aki valamilyen meghívásra, valamilyen cél miatt ideérkezik, és szeretne valamit kapni, elvinni innen. Arra kell felkészüljek, hogy a tőlem telhető lehető legjobb szintet tudjam adni magamból. Tehát az első lépés, hogy mindet lezárok, Megpróbáltam néhány nappal ezelőtt már a folyamatokat olyan irányba vinni, hogy most lezárhassam, tehát akár vége is lehet annak a folyamatnak, de a legtöbb dolog az függőbe marad, és egy olyan pozícióba emelem, ahol meg tud várni engem mondjuk három napot vagy egy hetet. A második tevékenységem, amely már összeköt konkrétan a következő feladatokkal, az az, hogy elkezdem átrendezni a termet, tehát elkezdek konkrétan olyan dolgot csinálni, ami megteremti azt a körülményt, amelyben majd fogok dolgozni. Ha nem erről van szó, hanem valami másról, tehát nem a szemináriumokról, hanem valamilyen szellemi munkáról, akkor átrendezem az íróasztalomat, vagy átrendezem a lakásomat, vagy utazom hozzá, és valahova megérkezem, ahol ezt meg tudom tenni. Tehát mindenképpen a körülmények valamilyen Ideális tétele, vagy alkalmassá tétele, az segít abban, hogy átszellemüljek arra, amit majd ott fogok csinálni. Tehát átrendezem a stúdiót szeminárium teremé, és teljesen rendet teszek, elrakok mindent úgy, hogy majd pár nap múlva, mint egy lejegelt értéket előveszek, felolvasztom, és már csinálhatom is azt, amit most abba hagytam. A harmadik valami olyan tevékenység, ami pluszban kikapcsol, és megadja a lehetőséget, hogy gondolkozzak. Tehát monoton tevékenységet keresek, ilyen lehet például a sétálás, de sokszor választom azt, hogy elutazom valahova, és egy hosszú autóút nagyon jól ki tud kapcsolni. Imádok ilyenkor hosszú távon vezetni. Magyarországon ez egy kicsit nehezebb, tehát pár óra alatt ez megvan. Sokkal jobb nekem az, hogyha néhány órán keresztül, akár 5-6-8-10 órán keresztül vezetek, teljesen át tud frissülni az agyam ilyenkor. A sétálás nagyon nagy segítség viszont, mert egy vagy két óra alatt teljesen letisztulnak a gondolatok, sőt, megjönnek az új gondolatok. Van időm újra és újra forgatni mindenféle gondolatot a következő feladattal kapcsolatban, amikor megérkezem, akkor nekiállhatok jegyzetelni. Jegyzetelés közben viszont nagyon sokszor lefekszem, nem hagyom magamat kilódni a gép előtt, abban a pillanatban, hogy megállt valamilyen folyamat, már is lefekszem, és akár el is alszom egy nap többször is. Nem kipihenem magam, inkább fáradt vagyok este, mert ezek inkább újraindító impulzusok alvás közben megpróbálok álmodni arról, hogy mit szeretnék majd csinálni, milyen lépések vannak, milyen perspektívák nyílnak meg, és és azokat hogyan tudnám kihasználni? Az állom egy nagyon jó módszer erre, lehet ezt tréningezni is, erre való például a Dream Reality Cinema, amit elkezdtem újra csinálni, tehát hamarosan, remélem hamarosan, valóban megjelen mindenki számára, és igénybe lehet venni. Addig is mindenkinek javaslom azt, hogy ha lefekszik, akkor azzal a gondolattal, problémával feküdjön le, ilyen délutáni alvásra vagy délelőttire, ahova el szeretne jutni a jegyzeteiben például. Jelenleg idiglenesen alakítottuk ki a lakásunkat két éve, amit lesz lehetőségem végleges variációra, akkor kialakítom azt a környezetet, amely régen nagyon jól bevált nekem. Volt több nagyon ideális Szobám. Általában ebben megjelent egy edzőgép, volt, hogy biliárdasztal volt, darts volt. Amikor elakadtam egy gondolattal, akkor fölálltam és dárcoztam, biliárdoztam, vagy csináltam valamit a konditerembe, akkor ez egy nagyobb kihagyás volt. De a dárcozás vagy a biliárdozás az kikapcsolt egy ilyen 5-5 percre, teljesen újból tudtam indítani mindent. Tehát bárkinek van valami olyan tevékenysége, ami kikapcsolja, akkor javaslom azt, hogy ilyen pár percre, mondjuk a dásznál egy körre vagy két körre, valamilyen kihívásra kiállok a munkába és felfrissítem magamat. Tehát bárkinek, akinek van valamilyen kedvenc, egyszerű elfoglaltsága, ilyenkor álljon ki egy kicsit, és ha ez teljesen elvonatkoztatódik az éppen akkori gondolataitól, akkor ez egy nagyon jó impulzus arra, hogy rezetelje az agyat, és majd amikor visszajön a jegyzeteihez vagy a munkájához, akkor teljesen frissen tudjon ránézni mindenre. Ez az én módszerem kialakult az életem során, hagyom, hogy változzon, különböző helyszínekben vagy szituációkban másképp csinálom, de alapjában véve a metódus mindig ugyanaz. Az idők egyetlen tehát, és eljön mindig az a pillanat, amikor már meg kell tegyél valamit, rajtad múlik minden, hogy hogyan tudsz átkapcsolni a következő feladatra.